Üdv mindenkinek! Ebben a videóban egy kicsit szabadjára engedjük a fantáziánkat, de természetesen mindezt tudás alappal tesszük, tehetjük. Ugyanis megpróbálom egy kicsit leírni azt, hogy hogy nézett ki Árpád fejedelem idején a fejedelmi társadalom és annak hát paraszti köznépe a Kárpát-medencében. Most először is a magyarok határa az valószínűleg az egykori avar határral Enszig ért, az Ensz folyóig ért, hiszen ez az a terület, amit ahol aztán a gyermeklős Enszvárát felépíti, tehát egy határvédelmi végvárat, ha úgy tetszik, és hát ez az a régió, ez a Frank Bajor karantán régió, ami vagy vitatott számukra, ami ugye avar területként is volt ismeretes, ezt a területet az avarok feladni kényszerültek, és aztán pont a németek leírásaiból tudjuk, hogy milyen jellegű építményeket találtak az avar birodalom területén, hogy csaták folytak. És én nyilvánvalóan a magyarság ebben az időszakban, mivel hasonló kultúrkörből jött, mint a fehér hun, uh, fehér magyar avarság. Ezért nyilvánvaló, hogy pontosan ugyanúgy nézett ki a... Sőt, hogyha nekem a kárpát uh, utolsó magyar államiságról kell beszélni, mert szerintem ugye Attilái is az volt, én legalábbis annak tekintem, sőt, ugye uh, itt már azért megelőzte egy Skita jelenlét, most abban nem szeretnék foglalkozni, de például a honalapító magyarság esetében a 895-ös fekete magyarokat és a 670-es évekbeli grifesindás fehér magyarokat, vagy fekete hunok, illetve fehér hunokat e, folytonosnak tekintem, csak annyi, hogy a vezet ugyanaz történik, mint a, a humbirodalommal. Hát mindig mondják, hogy a hunok eltűntek, meg a humbirodalom felbomlott Attila halál után. Ez egy bődületes nagy hazugság, hiszen a Kaspi -tó és a fekete tengerészaki aki partvidékén lévő sztyeppei vezetben, Csaba írnék, Kabar újra szervezte az államot. 470-es években létezett itt egy állam alakulat. És ugyanezt történik itt is, ugye a Griffesek bejönnek a 7. században, aztán a hát 80 as években a frankok és a bolgárok támadása véget vet itt a mi fajtánk uh, uralkodásának, és ezt állítja helyre Árpád. Tehát ennyi. Tehát itt, hogy mikor volt az utolsó hazatérés, hát akkor egyértelműen ezt a kettőt, a griffes indást és a zárpádit, azt egy kalap alatt kell kezelni. Csak a, az egyik esetében, ugye, beérkező kuber, vagy kabar, és népe, az elismeri a már korábban itt ért koralvarok felhatóságát, akit kett, ugye elzavarnak a frankok, illetve a bolgárok is Tevékenésztesen élnek, és ennek a fehér magyar vezető maradt népességnek lesz majd a vezető rétege, a fekete magyar árpádi nép. A szláv krónikák cserni ugrai vagy orosz Nestor krónika cserni ugrai és az avar roknak írt, leírt államszervezet és az építkezések stb. az, az nagyon könnyen interpretálható magyarság számára, vagy a cserni ugrok számára is, mert hiszen ugye itt akkor már, amikor ezekről tudósítanak a német krónikák, akkor már itt bizony-bizony magyar jelenléttel kell számolni. A, hogyan kell elképzelni például egy kende palotát, vagy egy kende várat? Na most nagyon furcsa lesz, amit mondok, és ezzel kapcsolatban tényleg komolyan mondom, hogy szimpatikus emberekkel is hát nem az, hogy vitázunk, csak azért így, hogy mondjam, kölcsönösen tesszük fel egymásnak a kérdéseket, és abból van több, mint a válaszból. Mert hiszen ennek, amit én elmondok, ennek lennie kellett. Ennek a mai napig kell lennie nyomának, és, és nagyon úgy néz ki, hogy még sincs. De, és mégis van. Na most ez kicsit ellentmondásosan hangzik, vagy nagyon, de például rendelkeznünk kellett egy uh, szélelegikus kör alakban felépített sáncrendszerrel, tehát nagy kör, belül egy kisebb kör, belül egy még kisebb kör, és azon belül egy királyi kőpalota. Ezek a sáncrendszerek az ellenség körkörösen védték ugye a kendénket, a szakrális vezetőt, szakrális királyt, és ezeket a, de akár telképzettünk te gyulavárakra is, meg... Uh, Horkavárakra, de én a, ugye a kendét használom, tök mindegy. Tehát a, a magasrangú uh, urak, vagy uh, uh, uralkodók, vezérek, fedelmeknek így nézett ki a sáncrendszer és a várrendszer. És akkor ez úgy néz ki a gyakorlatban, tehát még egyszer, hogy ezek a sáncgyűrűk feltartóztatják az ellenséget, és ha egyen túl jut, nyilván akkor nyilván meg kell semmisíteni a beutatkozó sereget, akkor egy következővel néz szembe. És így tovább, és így tovább, és a végén eljut a közvetlenül a fejedelmi székvárhoz, amit megint csak egy kőfal vesz körül. Ezeken viszont már e, ilyen bástyaszerű, e, római bur burkuszok mintájára e, épített őrtornyokat találta a szembe magát, és azon belül volt egy kőépület. Tehát itt szó nincsen jurtáról, szó nincsen szekérváról, szó nincsen földváról. Ez kőkemény kővár, sőt, Szasza a jellegű falazási technikával készült kővárakkal kell számolni. Itt bukik meg a sok műpilisező, amikor mutogat különböző kőfalakat, hogy az Attila vára, meg egyéb -e ilyen, egy -e ilyen, baromság, meg Árpád vára, meg mit a Óbuda, vagy Ősbudavára. vára, eleve a falazási technikáról se tudnak semmit. A falazási technika következően nézett ki, a bolgár analógiákról, hogyha beszámolunk, teszünk, mert hiszen nekünk avar, bolgár és oszét analógiák állnak rendelkezésre, illetve ezeknek az ősi megmaradt analogiái, analógiái, mert ott nem volt Habsburg, aki tudatosan pusztította az, a múltat. És, tehát még egyszer a falazás technika kvadrát követkel kell elképzelni, ilyet fejtettek a világárokban is, egyébként már a római korban is. Ezt a kvadrát követ viszintesen falazták, és erre viszont keresztbe helyezték a következő szintet. Ez az úgynevezett uh, szaszanida jellegű falazási technika. És uh, amikor mutogatnak ilyen különböző műpilisezők, az nem ez. Nem ez. Teljesen más jóval későbbi technikákat mutogatnak. Ez is érteni kéne. Ez a probléma. Ugye ezt se értenek. Aztán a másik, amit még mutogatni szoktak, de egyébként vannak, uh, tehát Bulgáriában is eltérő álláspontokat képviselő kutatók vannak, akár a hivatalos oldalon is, bolgárok eredetével kapcsolatban, meg építészetivel kapcsolattal, abban mindenki megjegyezik, hogy építő kultúrnév. Nagyon sokan például a bizánci római, ezt egybe, ezt meg mind a kettőnek hasonló volt, a technika, ugye ez a az égetett teré, tetőcserepes tegulás vagy téglás falépítkezés. Ez a magyar nyelvbe is innen kerül be egyébként a tégla szó a latin tegulából. Ez égetett uh, tetőcserepet jelent. A nagy nagyméretű, vastag tetőcserepe volt, de laikus szemnek ugye simán elmenne egy mai tetőcseréptek. És uh, ami fölösleg ebből nekik megmaradt, abból kisebb méretű, kisebb teher elbírására alkalmas válaszfalakat, úgynevezett halszálka uh, feladási technikát alkalmazva, válaszfalakat építettek. És mondom még egyszer, téglafalas váraik is voltak, de egyébként már a kazárbizalom ez megjelenik. De ez bizánci római típusú építkezés és formát jelent a kvadrátkövek viszintes majd keresztbe rakott technikája pedig a szaszanida jellegű. És ilyen utóbbi volt a bolgároké, a bolgárkánoké, akár omurtágé példának, aki a, hát azért mondom hogy mert 800 években élt, Pontosan ugyanígy nézett ki a miénk is. Tehát Árpádé. És ezek ilyen jellegű falakat viszont nagyon lesz állni, mert pont ez a kvadrátkő az, amit leginkább ugye a Habsburg ezeket fölrobbantgatja. Az idők folyamán ugye a legnagyobb pusztítást ők végzik. Az is az sem véletlen, hogy itt bécsi Levél adatok. 1700-as évek, ez például Szörényi Levente könyvében is megtalálható mai térképre aktualizálva, vagy hol robbantottak a Pilis környékén, és ugye az egyik a Klisszadom, Királynévár, a másik a e, Lupa Majori illetve még kettő kevésbé e, fontos, e, hát ilyen templom, eleme, már romos állapotban lévő templom, még nagyon felrobbant, az, az a hazuk dumával, hogy ide vonulnak vissza a kurucok, ide nem vonultak volna a kurucok vissza, mert ahhoz már Alkalmatlan volt, hogy védje őket, ez a történelmi múltunk pusztítása volt a cél, minden más kamunduma ennyi. És ugyanez volt a helyzet, hogy először ezeket fölrobbantották, aztán pedig a köveket széthordták, és abból új kerítések, házak, egyebek épültek, ilyen, ilyen kadrát kvadrátköves, jó, vastag falú házak épültek ott a Pilisnél. Herceg Ferenc szokta mindig mondani az előadásaiban, hogy a jó, jó vastag fel. Hát ez a vadrátköves történet. a sikerül ilyen fa bukkanni, az, az egyértelmű bizonyíték lenne, hogy itt minimum arra, minimum arra egyértelmű bizonyíték lenne, hogy uh, hasonló kultúrkör. Tehát vagy avar lenne, vagy bolgár lenne, vagy magyar. Más nem lehetne. És nyilván itt a hunokat is oda kell venni, hiszen a hunavar, magyar, bolgár, ez, ez itt kulturálisan Egyébként máshogy is, de kulturálisan tök nincs különbség. És nem az, aminek lejének. Tehát nem ez a jurtás, sátorlakó uh, történet volt a magyar. A jurta az ahhoz kellett, amikor a vezetőjétek vándorolt A pontból, B pontra az sztyeppén. Nyilván az úton uh, lévő, nem fognak úton emberek kővárakat építeni, kőházakat azokon a területeken, ahol elhaladnak. És egyébként László Gyula is beszámol, a, már idős a felvétel, tehát a unkája legvégén alkonyán, hogy hát ő is feltárt bizony-bizony téglaházakat, boronaházakat, ugye nyilván a köznépi veremlakás, meg faház, egyéb építményeket, úgyhogy szó nincs itt, hát jurta is volt persze, mert miért ne lenne, de, nem, de a maga a lakás, a, a ház az, az nem jurta volt, tehát ezt, ezt felejtsük el és mit akartam még elmondani, tehát ilyen jellegű információk kellnek, és ugyanez a helyzet a vallással is, annak is régészeti nyomai vannak, a forrásos nyomok mellett, hiszen látható, hogy akik a bolgárokét kutatják, azok is három irányba kutakodnak, az egyik a Mitrasz kultusz, erről raktam fel egy háromrészes videót, viszonylag nehéz nyelvezetű, ezért a nézettség is alacsony. Itt tényleg az elit nézte ezt meg, és osztotta meg. Már olyan értemben az elit, aki a már előre haladottabban követi akár az én munkásságomat, vagy azért követ engem, mert hasonló eredményekre jutott a saját kutatásai révén. Uh, azért valószínűleg nem lesz egyébként az olasz és vagy az és tengerizmusról a szó, pedig ugye az is, azok is jelen voltak a szeppei népek, rokon népek. Valás kultuszában uh, a nézettségben kell visszajönni, a befektetett energiának. Ennyi. Ez egy az én általam uh, egyszerű, érthető nyelvezettel elmondott videók inkább a népszerűbbek, hiszen pont arra van inkább igény, hogy itt a szakszava kikerüljenek és helyette érthetően elmagyarázva olyan dolgokra derüljön fény, amit talán nem tanítanak minden iskolába, vagy ha fő is kell egyetem, akkor meg érthetetlen nyelvezettel. Jó, tehát így kell elképzelni a 9,1 százali magyar államot, szinergikus körökben földsáncokkal körülvett, kőfallal megerősített, kvadrátköves, visszintes, majd kezben elhelyezett második sorra a falazott a jellegű váral, kör alakú kő erődítmény kell elképzelni, bástyákkal, őrtornyokkal, és egy mitraszos fényvallást, ami megint csak kisázsiai irányba terel minket, ugye a Szubartú is van a népemlékezeti őshazája hazája és itt is a annak a fajta vallás kultusznak a továbbélése, amelyet nem reformál meg Zoroaster proféta, uh, hanem megmarad az eredeti vágizmus gyökerű fényvallásnak, ami nem uh, Kis, vagy a mezopotámia eredetű, tehát kis eredetű, itt van legkorábban említve egyébként Mitra is, hogy egy mitanni hát itt a szerződésnek ő a ő, a, ő a hogyha amelyik fél megszegi, az Mitra átkát vonja magára. Ugye Mitra egy ilyen se nem jó, se nem rossz isten, egész egyszerűen karmikus istenség. Tehát, hogyha jó vagy, akkor Mitra százszor vissza a jóságodat. Ha rossz vagy, akkor pedig százszor vissza szintén és ugye általában a Napistennel is azonosítja. Sőt, ugye a pártus alakulók Mitra megtestesülésének mondták magukat. E, tehát, hogyha a magyarok ősvallására vagy kíváncsi, akkor a különböző baktriai, horezmi, e, turáni, mert ugye Közép-Ázsia déli része baktria és horezm, attól éjszakabbra jön majd Turán. Tehát itt, ebben a régióban az Európid, ez a magyarság által gyakorolt ősi valláskultusz, amit nem tud megreformálni Zoroaster, sőt ebből háború lesz, ekkor szakadt ketté Irán és Turán. A médek, a perzsák, de a perzsákhoz, hasonló, Tehát a perzsákhoz tartoznak a szaszanidák és ők is perzsani, e, gyakorolják meg a szokdok az orasztrianizmust, azt mondom, hogy a többi közép ázsiai szkita nép pedig a e, az olasz trializmus előtti mazdaizmus, tehát ezt, az, ami az urvánizmusban érhető például tetten. Ez a nép, ez a szitja nép, ez nagyon érzékeny volt a vallására, tehát itt ebből még a 6. században a Pontus vidékén is vallásából törtek ki. Nem azzal volt problémája azt kítani, az két népnek az írott források szerint, hogy egy olyan államban éljen, amely több vallású, tehát megtűrte maga körül a más de azt, hogy állami vallás szintre emeljék, és az ő vallását hát háttérbe szorítsák, azt nem engedélyezte. Tehát ki, kitűnt egyébként ebből a háromrészes videóból is, amit föltettem, hogy a ballangoknak nagy jelentősége van, akár Illés Profitának is, új szint néven, nem tudom, hogy kell ejteni, ugye az oszétoknál fennmaradt. De meg volt a meg nyomon tetelhető a holdvilágárokban is, ugye a bál kultusz kapcsán, és a fényvallásokhoz köthető. A ugye a négy elemen kívül a négy erőnek is, ennek szimbóluma az orasztrianizmusban például az egyenlőszárú kereszt középen ponttal, mi a négy erő nyilvánvalóan az anyag, az erő, a energia, az idő és a tér, és középen ugye a teremtő őisten lenne a pont. Az ilyen jellegű keresztet látok, mint a nagyszentmikus tál ajánl az bizony az orasztrianista jelkép, hát illetve még a korábbi vallásnak is ez a jelképe, csak ez nem a négy elemre utal, hanem a négy erőre, négy e, alap elő, principiumra. Itt már komoly, ugye, aztán szó volt a videókban, itt a komoly csillagászati tudásról is, e, asztrális tudás meglétéről, a, ezeknek a szimbólumairól, a szimbólumok alapján e, alapozott e, e, építményekről, tehát mit tudom én, e, négyzet alakú építmény, háromszög alapú, stb. Ezek mind-mind ...asztrális vonatkozásban voltak érdekesek. Tehát ilyen jellegű épületeket is el lehet képzelni az ős -magyar a ős-magyar területeken, a bolgárok nem ugyanúgy megtalálták. Ez mind az egyik a napnak, a másik az uránusznak a háza, tehát különböző hétestőknek a háza. Tehát a szimbólum aik alapján eh, alapozott, geometriailag megépített, hát szentéri kápol, nem tudom, hogy hívjuk ezeket. A barlangokban áldozat bemutatás folyt. Tehát ilyen dumákat hallani, hogy a magyarok nem áldoztak, meg Csak körbehurcolták a fehér lobot. Tehát ezek a károgók, ami nincs tudás, de van vélemény. Tehát az ilyen ember ilyen blödséget mond, az hiteltelen továbbiakban. Sőt, még az áldozat bemutatása után, hogy a vérlemosásához szükséges, úgymond fürdető menence is mai napig megvan a Holdvilágjárókban is, és Bulgária területén is. Aztán nyilvánvalóan itt forrásoknak, kutaknak kellett lennie, illetve bizonyos helyekre ezt el is vezették csatornákon keresztül, a római akvaduktuszok mintájára csak kisebb méretben. A, úgyhogy ez is megvan, de erre mondom még egyszer, forrásanyag is van, a magyar vonatkozásban is. Bulgária előkerül régészetileg is. Tehát ilyen, ilyen csővezetékeket is el kellett képzelni a magyarok. Tehát egyáltalán nem igaz az a hazugság. Tehát ha azt mondjuk a magyarokra, vagy a bolgárokra, vagy az avarokra, hogy primitív, csepp, egy nomád nép, akkor a római is az, mert ugye a, megjelent ugye a területen a római bizánci hagyaték, például kazárbirodalom, ha egy példát mondjak, illetve akkor a szaszanida perzsák is, ugye az indoeurópaiak kedvenc népe, az is egy primitív barbár, mert ugye megjelenik a szaszanida, jellegű faladás technológia. Úgyhogy egyáltalán nem, ennek a két világbirodalomnak, bizánszak és a Sassanid a Perzsáknak az zónájában van, vagyunk a magyarság eh, nagy európai meghatározó eh, vá, vállása idején. ez már indul ez a folyamat a hunokkal, aztán jönnek a, zavarok, Riffes és Árpádi magyarok, eh, úgyhogy itt szó nincsen arról, ahogy próbálják lefesteni nekünk. Mert a legtöbb magyar, ha meglát egy úrtát, meg egy hátrafelé nyilazó, kaftánba, süvegbe bújtatott emberkét, olyan ember nem volt, aki fürdőköpenybe, meg télapos ment a csatába, még ha így is temetkeztek a kaftán és a süveg, az a hétköznapi viselet volt, torna zakóba mész. Ennyi. Lamellás fénypáncért viseltünk, láncinget viseltünk, kemény bőrpáncélt viseltünk Oroszországban, nagyon sok ilyen régészeti lehet is van, ami megmaradt. És aztán, hogy a hunok erre vettek ilyen prémet, az egy dolog, de az, az alatt kőkemény páncél volt, és ez volt a fő taktika, hogy sebezhetetlen volt gyakorlatilag a hun harcos ebben rejlett a részint a bátorsága is, hogy míg ő elpusztított, őt nem lehetett minden mellé persze kellett minden más taktika is, meg erő, bátorság, kitartás, stb. de itt ezt a védelmi célok azok maximálisan biztosítva voltak. És tehát hogyha ebben a, ebben a témakörben is rosszul képiesítik a magyar múltat, az sem úgy volt. Tehát a jurtát mondom vándorláskor használtuk, de azt hogy abba laktunk, meg ilyen hülyeségek Felejtsük el a fürdőköpenyesnyi, hátrafele lazót is felejtsük el. Kőkemény, kőépületek, falazási technikák, komoly sáncrendszerek, úgy gondoljunk a csőrszárokra, meg van Bulgáriában ugyanúgy analóg. Az, hogy van közte a római égetett terra sigillata, tál vagy kerámia, az egy dolog. Egy magyarázat. A rómaiak is építettek ilyeneket csak meghosszabbították a bolgárok, az avarok vagy a mi őseink. Kettő, ha én most egy ilyen római lelőhelyen, mondjuk a Balatonfelvidéken áskálnék, és mondjuk építeni egy homokvárat, akkor is lenne benne valamilyen fajta római régészeti hagyaték, attól azt még nem a rómaiak építették, hanem én. Mert ahol ö, hosszabb ideig nagy létszámú római élt, ott bizony régészetileg is a mai napig lehet nyoma ennek lesz, nyoma ennek, és ha onnan ásjuk ki a földanyagot, és hogy nem szakszerű régészettel, akkor bizony a általunk épített földbuckába is kerülhet római régészeti lelet. Erről ennyit. csőszárka nem, nem véletlenül, hogy csőszárka, hogy kurszán neve. Vele már foglalkoztam egy másik videóban. Úgyhogy a nép nyelvén elmondva így néz neki a 9. századi, sőt, a 7-től 10. századi magyar fejedelemség belendezkedése. És nyilván a földből a köznépről csak annyit ők, ők laktak valójában ezekben a veremházakba, boronaházakba. De itt ott azért látszott, hogy előásott jútmaradványt is, jútmaradványt is, illetve téglaházat, de azt már megbeszéltük. Köszönöm szépen a figyelmet! you mm -hmm.